Röviden szeretném neked megmutatni a Jeló Designer közösséget, vagy hát legalábbis valahogy bemutatni, de mielőtt bemutatom, én Serfőző Péter vagyok, én vezetem a Jeló Designer közösséget, és azért hoztam létre ezt a közösséget, hogy építsük a magyar designer társadalmat, hogy minél jobbak legyünk, minél jobban közösen előre tudjunk lépni, ezzel lendítve tulajdonképpen tovább a, a magyar vizuális világot, és ennek egy online közösséget ö, találtam ki, ez a, ez jeló, a ami nem teljesen online, hisz, csak online, hiszen személyesen is szoktunk találkozni, vannak jeló meetupok -ok is ö, időről időre, illetve néha még sörözni is összefutunk, tehát ö, azért jellemző részben online ez a közösség, tehát Magyarország bármely, bármely területéről be tudsz kapcsolódni, és időnként pedig találkozunk személyesen is, hiszen fontosak a személyes találkozók is. Úgyhogy most megmutatnám neked az egész közösségnek a motorját, az online platformot, amin keresztül tulajdonképpen napi szinten tudjuk egymással tartani a kapcsolatot, új dolgokat megosztani, illetve ami a legfontosabb, hogy a heti szintű online események is ezen a platformon keresztül érhetőek el, sőt, hogyha lemaradsz valamiről, akkor a felvételek is ide a rendszerbe kerülnek be, úgyhogy ez egy időről időre töltődő, egyre komolyabb designer tudásbázis, amiben, hogyha később kapcsolódsz be, akkor sem maradsz le semmiről, hiszen a archívumban megtalálsz tulajdonképpen minden. Na de nem is akarok erről ennyit beszélni, hanem inkább lássuk, hogy mire gondolok. Úgyhogy ha a közösség.hellojelo.hu-ra elmész, akkor ezt láthatod. Még ha nem is vagy tag, akkor is láthatod egyébként, ha megnyitod az oldalt ezt a struktúrát, hogy milyen, milyen témák vannak és van néhány nyilvános rész is, de, de a többség az nyilván csak a jelótagok számára elérhető. Ez úgy néz ki egyébként, mint, egy, mint hogyha a Facebookon lennél, hiszen ilyen posztok vannak, egymás után jönnek a különböző tematikájú posztok, amik, tehát ez a newsfeed, amik egyébként ezekből a különböző baloldalon látható közösség, szakmai témák, kurzusok részen vagy témákban osztódnak. Ugye a közösség rész az inkább ilyen általános, van egy chat funkció, van egy események rész, ugye ha az eseményeket megnézzük, akkor láthatod, hogy szeptember, október, novemberre már vannak kiírva különböző események, hogy ezek mikor történnek, és ki fog előadni. Hogyha esetleg nem maradtál egy eseményről, akkor pedig vannak az eseményeknek felvételei, ahol itt a az elmúlt két és fél év jelomítjének az összes anyagát megtalálod, illetve amire nagyon büszkék vagyunk, az a tudástárunk, ahol pedig ugyancsak több mint száz videót találsz különböző témákban, ugye itt látod a szűrőket, branding, arcadtervezés, designer lét, UI design, tipográfia, sőt még időre is tudsz szűrni, attól függően, hogy mennyi időd van, segítünk abban, hogy hogy tudjat esetleg útközben is hallgatni vagy nézni a videókat. Ugyanezek a szakmai témák megtalálhatók akár ilyen poszt formában is, hogy igazából attól függ, hogy milyen témát tesz föl valaki, annak megfelelő csoportba tudja posztolni. Illetve korábban külön voltak elérhetők a Brand guide nak a kurzusai, azok most a jelóban, akár a digitális arcatok tervezése, itt a rákattintok, látod, hogy most akár 6-7 kurzust is elvégezhetsz, hogyha csatlakozol a jelóhoz. Ez korábban mind-mind súlyos tízezerekbe kerültek, most az előfizetés keretében tulajdonképpen ezeket a, a kurzusokat is végig végigviheted, meghallgathatod, ez benne van abban a, az árban. Úgyhogy ez tulajdonképpen az a rendszer, az a motor, Amire, amire épül a jeló, ami, ami non-stop elérhető, 0-24-be tudsz menni, ha kérdésed van, akkor számíthatsz arra, hogy valaki segíteni fog, akár a chatben, akár a a bármelyik helyen létrehozol egy topikot, ami a legjobb, hogy van mobil applikációnk is, tehát mindig veled lehet a jeló, akár push notification be kaphatod a legújabb híreket, hogy nem maradjál le semmiről, úgyhogy ha csatlakozol a jelóhoz, mindenképp érdemes a mobil applikációt is telepítened. Bízom benne, hogy ez elnyerte a tetszésedet, és alig várod, hogy csatlakozhass a jelóhoz. Hogyha esetleg mégis van még valamilyen kérdésed, akkor nyugodtan tedd föl nekünk írásban, akár e-mailben, akár bármilyen platformon, hogyha megkeresel, szívesen válaszolok. Illetve van egy ötnapos próbaidő is, ami pedig abban segít, hogy hogy gyere be öt napra, nézd meg, hogy tetszik, hogy tetszik, mi az, amit látsz benne, és bízunk benne, hogy utána maradsz te is a jeló közösség tagja, és leszel annak a több mint 150 designernek a társa, aki látja ebben az egész rendszerben azt a lehetőséget, hogy kapcsolatokat tudunk építeni, hogy napi szintű folyamatos információ áramlás által tudás átadás, illetve tapasztalat megosztás tud történni, illetve nagyon hiszünk abba, hogy mi ezt mind azért csináljuk, hogy közösen sokkal jobbak tudunk lenni egymástól, sokat tudunk tanulni, és ezzel tulajdonképpen a magyar vizuális környezetet tudjuk hosszú távon egész jól javítani, hiszen sok jó projektből aztán sok eredményt tud kijönni így magyar szinten is. Úgyhogy bízom benne, hogy érdekel ez a dolog. Gyere próbáld ki, és legyél a jeló tagja te is.